Jó estét kívánok, szeretettel köszöntöm Önöket. Február 1-én hétfőn a TV Ajka híradóját látják. Nézzük a legfontosabb híreket röviden. Szalagavató a Bródiban. Borsos Miklós emléknap. Csingeri nosztalgia est. Január 29-én a Bródi Imre gimnáziumban tartottak szalagavató ünnepséget. Az emlékeink mi magunk vagyunk, mindaz, amit átélünk, belénk ivódik. A középiskolás évek életünk feledhetetlen élményeként maradnak meg, és kísérnek végig egész életünkön, mondta ünnepi köszöntőjében Mihályfi László igazgató. A szalag, amely a középiskolás korszak lezárására, a közelgő érettségi vizsgákra figyelmeztet, egy ideig összeköti a diákokat. Az igazi kapocs azonban a közösen átélt élmények, sikerek, kudarcok, tanórák, kirándulások emlékei lesznek. A középiskolás 6, illetve 4 év alatt a tanárok a tudásnak azon részét adták át a diákoknak, amelyre az érettségi vizsgán majd a továbbtanulásnál szükség lesz. Az együtt töltött évek azonban nem csupán erről szóltak. A tanárok arra törekedtek, hogy a fiatalokban kialakítsák azt a képességet, amellyel meg tudják különböztetni a jót a rossztól, az értékest az értéktelentől, és kialakul egy stabil értékrendjük, amelynek alapján jól tudnak dönteni. A végzősök nevében búcsúzó Barát Krisztina elmondta, a gimnáziumban eltöltött évek alatt tapasztalták, hogy döntést hozni könnyű, jó döntést hozni viszont nehéz és komoly felelősség. Az iskola kialakította bennük azt a képességet, hogy tudjanak a sorsuk érdekében megfontoltan dönteni. A diák megfogalmazta, hogy hamar eltelt egy év. Tavaly még ők ünnepelték az érettségire készülőket, az idén pedig már ők állnak a színpadon, és őket ünneplik az alsóbb évfolyamosok. Falfirkákat helyeztek el ajkai fiatalok közterületen, a rongálás miatt indított nyomozást a napokban zárta le az ajkai rendőrkapitányság. A nyomozás során megállapított adatok alapján 2015. szeptember 23-án 20 óra 44 perc körüli időben a 20 éves H. Krisztián, a 20 éves P. Norbert Ferenc és a 17 éves H. M. Z. ajkai lakosok az Ajka Újélet utcában található melléképületek egyik ajtajára, valamint az épület mellett található közterületen lévő park egyik fájára falfirkákat rajzoltak festékszórósprével. A gyanúsítottak cselekményükkel közel 20 ezer forint kárt okoztak. A rongálás okozta károk helyreállítása azóta már megtörtént. A gyanúsítottak az este folyamán egy közterületen álló személygépkocsit is megrongáltak úgy, hogy annak a jobb hátsó lámpáját, a sárvédőjét is lefújták. Az ügyben a rongálás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indított nyomozást az Ajkai Rendőrkapitányság vizsgálati alosztálya a napokban befejezte, és az ügyiratait vádemelési javaslattal küldte meg az illetékes ügyészségnek. Az Ajkai Rendőrkapitányság felhívja a közlekedők figyelmét, hogy a meleg időjárás miatt megnő a balesetek kockázata. Az ilyen időjárás fokozott óvatosságot és figyelmet kíván a gépjárművezetőktől, mivel a reflexeink tompulnak. Ilyenkor különösen fontos a kellő követési távolság megtartása, számítani kell a csökkent reakcióidőre. Fáradékonyság, magas vérnyomásra hajlandóság, rosszulét esetén nem szabad a volán mögé ülni. Hosszabb úton érdemes pihenőt tartani. A vezetési képesség módosulása mellett növeli a balesetek kockázatát az is, hogy helyenként fagyhat reggelre, de a kicsapódott pára is nyálkássá, csúszósá teheti az útburkolatot. Éppen ezért megnövekedett fékútra, megváltozott manőverezési képességre és a gumiabroncsok csökkent tapadására is számítani kell. Január 27-én Borsos Miklós emléknapot tartottak a róla elnevezett iskola Móra Ferenc utcai épületében. Az intézmény 2007 óta minden évben megemlékezik névadójáról, s mivel a név kötelez, kreativitásra hívja az alkotni vágyó tanulókat. Az elkészült munkákból az emléknapon tárlat nyílt az iskola aulájában. Ahogyan minden évben idén is Szilágyiné Farkas Ilona tanárnő szervezésében zajlott mind a készülődés, mind pedig a díjátadó rendezvény. A tanár beszédében megemlékezett a művész pályafutásáról és annak ajkai vonatkozásáról. A képzőművészet számos ágának művelője, de a rajz nála mindenkor jelen van, művészetét ezer szállal szövi át. Eredetileg festőnek készült, de olasz, majd franciaországi tanulmányútja után végleg a szobrászat mellett kötelezte el magát. Első kiállítása 1932-ben a Nemzeti Szalonban volt, ahol rajzokkal, domborításokkal mutatkozott be.
szobrokkal ez először 1941-ben jelentkezett a Tamás Galériában. Borsos Miklósnak 1972 óta volt kapcsolata Ajka városával. Részt vett az évenként megrendezett őszi tárlatokon, két évenként pedig önálló kiállításon mutatta be alkotásainak egy részét. Városunkat megszerette, s barátságának jeleként az 1989-ben megnyílt Városi Múzeumnak adományozott egy önálló kiállításra való anyagot. Ajkán három köztéri alkotása látható, a Delfines szökőkút, a Flóra és Fekete István mellszobra. Műveinek egy másik része Győrött, az 1979-ben megnyílt Borsos Múzeumban található. A névadó emlékére rendezett képzőművészeti verseny témája minden évben más és más. Idén Ajkáról készítettek a gyermekek rajzokat. A munkában az elsőtől nyolcadik évfolyamig minden korosztály megmutathatta a tehetségét. A lelkes művészek 203 alkotásából nyitott helyi tárlatot az intézmény, mely három hétig tekinthető meg az érdeklődők számára a Móra Ferenc utcai épület aulájában. A munkák értékelése nem volt könnyű feladat, idén 72 rajz érdemelt emléklapot és egy kis édességet, amelyet Ódor Erzsébet igazgatónő adott át, valamint kiemelt dicséretben részesült a 4. C-osztály, akik rendkívül igényes alkotásokkal kápráztatták el a zsűrit. A díjátadó rendezvényen Orosziné Mészáros Zsuzsanna vezetésével az iskolai énekkar is közreműködött. Január 29-én Nosztalgia Estre várta a Csinger Völgyért Egyesület mindazokat, akik valamilyen módon kötődnek a település részhez. A rendezvényre meghívták az egykori csingeri lakosokat és azokat is, akik iskolai, munkahelyi vagy családi szálakkal kötődnek Csingerhez. A közösségi házban tartott délutánra sokan elfogadták a Csinger Völgyért Egyesület meghívását. A résztvevőket Gerencsér Hilda elnök köszöntötte, majd levetítette az egyesület tevékenységéről készített filmet. A vendégek bemutatkoztak, majd előkerültek a régi és vidám történetek. Az egykori osztálytársak, szomszédok találkoztak évtizedek után ismét. A jó hangulatú program estig tartott. Az egyesületi tagok meghívták a vendégeket a rendezvényeikre, majd mindenkit megkínáltak étellel, itallal. Gyermekeknek tartottak farsangi játékos jelmezes délutánt a Csinger Völgyért Egyesület tagjai január 30-án. A házat az alkalomhoz illően Henc Bélán és Rubin Józsefné dekorálta ki. A megjelenteket Gerencsér Hilda elnök köszöntötte, majd a jelmezesek mutatkoztak be. Az óvodások és kisiskolások közül többen jelmezbe bújtak, Hoffmann Szabina pincérnek, Tavaszi Katrin kalózlánynak, Tóth Bálint farkasnak, Freind Hanna pillangó hercegnőnek, Patasics Dóra Mozartnak, Budi Julianna cicának, Áment András szerelőnek, Bence Kata fogtündérnek, Tóth Virág magyar lánynak öltözött be. A játékot Henc Béláné és Rubin Józsefné vezette. A gyerekek kérésére eljárták a kacsatáncot, majd a limbót. Ezek évek óta elmaradhatatlan részei a gyermekprogramoknak. Minden táncoló édességet kapott. Az ügyességi játékokban csak nem mindenki részt vett, a tagok saját készítésű fánkkal és süteménnyel kínálták a résztvevőket. Az Ordo Militaris Teutonicus Lovagrend magyarországi vezetője Rátosi Ferenc biogyümölcslével és műzlivel ajándékozta meg a farsangolókat. Stúdiónkkal ismerkedhettek meg a Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola média szakkörösei január 28-án. Az idei tanév a második, hogy a katolikus iskola diákjai szakkör formájában foglalkozhatnak a média világával. Múlt csütörtökön a diákok látogatást tettek az Ajkai Városi Televízió stúdiójában, hogy közelebbről is megismerhessék a televíziós adások elkészítésének folyamatát. Az 5. és 6. osztályos tanulókból álló szakköröseket Németh László kalauzolta végig a tévéstúdión. Megismerhették a vágószobát, betekinthettek az adásvezérlő szobába, és kipróbálhatták a technikai berendezések használatát. Próbára tehették magukat műsorvezetőként, valamint egy rögtönzött beszélgetés alanyaiként. A Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ az idén is csatlakozott a Kultúrházak Éjjel-Nappal című programsorozathoz. A farsang utolsó hétvégén zajló esemény célja, hogy ráirányítsa a figyelmet a művelődési házakra, illetve az azokban folyó kulturális tevékenységekre, hangsúlyozva a közösségi művelődési intézmények nyitottságát, sokszínűségét és a közösségépítésben játszott kiemelkedő szerepét. A rendezvény sorozatot 10. alkalommal rendezik meg. A Szabadidőközpont rendezvényeiből programajánlónk alapján is válogathatnak.
Kedves nézőink, a következő napok eseményeire szeretnénk felhívni a figyelmüket, következzen programajánlónk. A Sportmúzeum című Ajka sport életéről szóló kiállítás szerdai napokon délelőtt 10-től 12-ig, délután 16-tól 18 óráig tekinthető meg a volt bányás sporttelep felújított központi épületében. Február 8-áig hétköznapokon 9-től 16.30-ig, szombaton 9-től 15 óráig tekinthető meg az Ajkai Képzőművészeti Egyesület kiállítása a Művelődési Központ kiállító termében. Szeretettel várnak minden érdeklődőt február 3-án szerdán 10 órakor a Dörmögő című maci kiállításra a Művelődési Központ József Attila utcai épületébe. A kiállítást megnyitja Steinbach Lászlóné óvoda vezető helyettes. Közreműködik a Vizikék óvoda óvodásai. A maci kiállítás február 3-ától 10-éig látogatható, naponta 8-tól 16 óráig. Február 4-én csütörtökön 10 és 13 órakor kezdődik a Csurgó Zenekar Itt a Farsang Állabál című gyermekkoncertje a Művelődési Központ színház termében. Február 5-én pénteken 17 órakor kezdődik Csongrádi Kata férjem, S. Nagy István a Slágergyáros című könyvének dedikálással egybekötött zenés bemutatója a Művelődési Központ kiállító termében. Február 5-én pénteken 19 órakor Kowalski meg a Vega koncert lesz a kaszinóban, a Rakéta Presszó szervezésében. Február 6-án szombaton reggel 8 óra 10 perckor gyülekeznek a természetjárók a buszpályaudvaron a Garamvölgyi Irén emléktúrához. A 12 kilométeres táv útvonala Magyarpolány, Felsőborsat, Csurgókút, Erdészház, Kálvária, Magyarpolány. A túra Magyarpolányból 9 órakor indul. Érdeklődni a 30-as 270 32 62-es telefonszámon lehet. Február 7-én vasárnap délután 4:30-kor kezdődik a Kórusok Vidám Farsangi Hangversenye a Művelődési Központ színház termében. Fellép a Jubiláte Női Kar, az Ajkai Pedagógus Női Kar, a Padragi Bányász Férfi Kórus és az Ajka Csingeri Borostyán Férfi Kar. Batyus sportbált rendeznek a kaszinóban február 27-én szombaton. A 20 órakor kezdődő rendezvényen a zenéről az Extázis együttes gondoskodik. Belépő 1800 forintos, támogatójegy pedig 500 forintos áron igényelhető Zsidó Andrásnál és Cserna Róbertnél. A 70-372-91-91-es, illetve a 70-324-22-80-as telefonszámon február 20-áig. Híradónk végén megköszönöm megtisztelő figyelmüket, kövessenek bennünket a tvajka.hu weblapon. A legfrissebb híreket, információkat az ajkaiszó.hu weboldalon találhatják. Következzen az időjárás jelentés, viszontlátásra! Kedden a napsütés mellett gyakran megnövekszik a felhőzet, de csapadék nem várható. Erős lesz a délnyugati szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 8 és 15 fok között alakul. Szerdán többnyire erősen felhős lesz az ég, rövid időre azonban kisüthet a nap, esőre, záporra is lehet készülni. Az északnyugati szél élénk lesz, 3-10 fokra számíthatunk.